Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Jégvirág mesemondó verseny első-második osztályosok fordulóján. Az év legvarázslatosabb, legszebb időszaka közeleg. Ahogy kint egyre korábban sötétedik, úgy gyújtunk egyre több fényt, gyertyát, hogy megvilágítsuk otthonainkat. A mesék is elmaradhatatlan részévé válnak az ünnepi készülődésnek. Mi is szeretettel várunk a mai délután minden első-második osztályos tanulót, akik itt megjelentek, itt a Dériné Kulturális Központ nagytermének nagy színpadán, hogy elvarázsoljanak bennünket csodálatos meséikkel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a zsűrit, és szeretném őket bemutatni. Dr. Kasuba János név Vera nénit, a zsűri elnökét, a Karcagi Könyvtáros Tanárok munkaközösségének vezetőjét, Szabó Péterné Kati néni, a Csokonai Könyvtár gyerek könyvtárosa, drámapedagógus tanár, magyar szakos pedagógus, és Koszna Anita, a Bereki Irodalmi Társaság vezetőségi tagja, pedagógus. A gyermekek sorszámot húztak, a sorszámoknak megfelelően, ahogy az imént ki is próbáltátok a mikrofont és a színpadot, egymás után elmondjátok a mesét. Kérek mindenkit, hogy a mobiltelefonjukat ellenőrizzék, és mindenkinek nagyon jó versengést kívánok. Egérke, piros, szegélyes, kék kabátja, volt egyszer egy öreg apu, annak volt egy fekete kutyája. Olyan kicsi volt ez a kutya, hogy öreg apu elnevezte Egérkének. Egérke nagyon szeretett vadászni, ha gazdájával kiment az erdőbe, folyton szimatott, nyuszített, egyre kis nyulat keresett. Egy téli napon ismét kiment öreg apuval az erdőbe. Egyszerre valami nagyon érdekes szag csapta meg Egérke szimatoló orocskáját. Izgatottan nyűszítve rohant a bokrok közé. Az egyik bokor alatt lyukat látott és belebújt. Ez a lyuk egy alagút nyílása volt, és a csöpp kucsus sietősen totyogott előre az alagútban. Hirtelen megtorpant, egy nyúl állt előtte, hosszú fülét, mulatságos orrát mozgatva. Egérke égtelen ukatásba kezdett. Wow, wow! A nyúl meg csak nézte, s mozgatta a fülét meg az orrát. Miért nem szaladsz el? Kérdezte Egérke. Hogyan fogjalak meg, ha nem szaladsz el előlem? Miért akarsz engem megfogni? Kérdezte a nyúl. Nem is tudom pontosan, mondta Egérke, de úgy tudom, hogy a nyúlak el szoktak futni a kutyák elől. Nem félsz tőlem? Nem hiszem, mondta a nyúl. Tudod, te olyan pici vagy, hogy nem félek tőled, akármilyen hangosan is ugat. Különben is jobban tennéd, ha abba hagynád ezt a csúflármázást. Nézd meg inkább a fiaimat, olyan aranyos kis jószágok. Nyúlanyó az alagúton át a fészekhez vezette Egérkét, s megmutatta neki az 5 aranyos nyulacskáját. Másnap reggel leesett az első hó. Öreg apu azt mondta Egérkének, hogy félti őt a nagy hidegben, ezért egy piros, szegélyes, kék kabátkát adott rá. Egérkét szorította, csitlandozta az a piros, szegélyes, kék kabátka. Próbált tőle szabadulni, de sehogy sem boldogult. Öreg apu leült a kandallóhoz melegedni. Egérke meg fogta magát, s piros, szegélyes, kék kabátkában nagy mérgesen csaholva az erdőbe vágtatott. Egyenest a nyúlcsalád fészkébe vezető alagút felé rohant.
Ó, egek, kiáltott nyúlanyú, mikor meglátta egérkét. Milyen csinos a kolcsolya ruhád, ez nem kolcsolya ruha, vakkantott egérke. Ez csak egy piros, szegélyes, kék kabátka, ami szorít és csiklandoz. Kérlek, segíts leszenni rólam, odaadnám takarónak a kis nyusziknak. Nyúlanyú óvatosan leszette egérkéről a piros, szegélyes, kék kabátkát, gyöngéden ráterítette az alvó nyuszikra, és felsóhajtott. Nézd csak, milyen anyas, anyarosak, és gyere el, egérke, gyere el hozzánk máskor is. Egérke hazaballagott, és mikor öregapó megkérdezte tőle, hogy hova tűnhetett a piros, szegélyes, kék kabátka, boldogan csaholta. Wow, wow, wow! De öregapó nem értette, mit csahol egérke, és még most is azon gondolkozik, hogy hova tűnhetett a piros, szegélyes, kék kabátka. Visszajött a répa, kínai népmese. Igen, nagy hó esett, a völgyeket, a hegyeket mind magas hót akarta. A nyuszinak elfogyott az ennivalója. Útnak indult át, hogy szerezzen valamit. Egyszer csak boldogan kiáltott fel a nyuszi, ho-ho, két répát találtam. Megette az egyik répát, maradt még egy. Azt gondolta a nyuszi, nagy a hó, hideg az idő. A csacsi otthon van bizonyára, nincs mit tennie, elviszem ezt a répát, hogy lakjék jól. Szaladt a nyuszi a csacsi házához, hanem a csacsi nem volt otthon. Letette a répát, s ott hagyta a csacsi házában. Azért nem volt otthon a csacsi, mert ő is ennivaló után járt. Talált is egy nagy édes krumplit. Örömmel hazavitte, belépett a csacsi házába. Látta a répát, csodálkozott nagyon. Hát ez hogy került ide? A csacsi megette az édes krumplit, aztán azt gondolta. Nagy a hó, hideg az idő. A bárányka otthon van bizonyára. Nincs mit tennie, elviszem ezt a répát, hagy lakjék jól. Szaladt a csacsi, a nyuszi, az bárányka házához, hanem a bárányka nem volt otthon. Letette a répát, s ott hagyta a bárányka házában. Azért nem volt otthon a bárányka, mert ő is ennivaló után járt. Talált is káposztát. Örömmel hazavitte, belépett a bárányka házába, látta a répát, csodálkozott nagyon. Hát ez hogy került ide? A bárányka megette a káposztát, aztán azt gondolta, nagy a hó, hideg az idő. A zőzike otthon van bizonyára, nincs mit tennie, elviszem ezt a répát, hagy lakjék jól. Szaladt a bárányka az őzike házához, hanem az őzike nem volt otthon. Letette a répát, s ott hagyta az őzike házában. Azért nem volt otthon az őzike, mert ő is ennivaló után járt. Talált is karalábét, örömmel hazavitte. Belépett az őzike házába, látta ám a répát, csodálkozott nagyon. Hát ez hogy került ide? Az őzike megette a karalábét, aztán azt gondolta, nagy a hó, hideg az idő. A nyuszi otthon van bizonyára, nincs mit tennie, elviszem ezt a répát, hagy lakjék jól. Szaladt az őzike a nyuszi házához, hanem a nyuszi már jól lakott és aludt édesen. Az őzike nem akarta felébreszteni a nyuszit, letette a répát, s ott hagyta. Felébredt a nyuszi, nagyra nyitott a szemei csodálkozásában, elnye, visszajött a répa nohát. Gondolkozott egy keveset a nyuszi, s hamar kitalálta, hogy csak a barátai hozhatták neki ajándékba.
apró talp ajándéka. Apró talp vacogva nyomta le a kilincset kunyhója ajtaján. Nagyon hideg volt ám odakint, teljesen átjárta őt a téli fagyos szél, mi alatt a manó képzőből hazafelé bandukolt. Végre itt vagyok a jó melegben, mondta, és leült a kandalló mellé egy bögre meleg habos kakaóval, hogy ki volt a prótalp, egy helyes kis manócska. Még manó képzőbe járt, de alig várta, hogy kitanulja a mesterséget, és a Mikulás igazi csapatában dolgozhasson. Folyton ezen járt az esze. Ezen az estén is azon töprengett, hogy hogyan tudná megmutatni a Mikulásnak, hogy ő már készen áll a feladatra. Hosszasan törve a fejét, míg egyszer csak felkiáltott. Megvan! Készítek a Mikulásnak egy csodálatos meglepetést. Ha látja, hogy milyen jó ajándékkészítő manó vagyok, biztosan megfontolja a felvételemet. Süssek neki egy tortát? Nem, a sütésben nem vagyok igazán jó, biztosan odaégne. Fessek neki egy szép képet a falra? Nem, a festés sem az erősségem. Építsek neki egy jó embert? Nem rossz ötlet, de azt tavasszal el fog olvanni. Olyan dolog kell, ami igazán nagy meglepetés, és sokáig örömét leli benne. Lássuk csak, mire vágyhat vajon a Mikulás? Lássuk csak, mit adhatnék neki? Vakargatta a fejét. Megvan, készítek a Mikulás. Mesélt egyszer egy csodafinom anyagból szőtt Mikulás kabátról, amit a régi barátjától, Szabó mestertől kapott réges-régen. A ruha nagyon a szívéhez nőtt, de az idő vasfoga elkoptatta. Mostanában csak egy sima, átlagos piros kabátot húz. Az is szép, az is melegen tartja, de hát szebbet érdemelne. Lefogadom, hogy az öreg pajtában megtalálom. Elviszem Szabó mesterhez, hogy javítsa ki. Empert sem telt bele, már is megpillantott egy poros faládikát a pajta egyik eldugott szegletében. És ott lapult benne, gondosan elcsomagolva, a régi piros Mikulás kabát. A zsebe lyukas volt, a gombjai leestek, a gallérja elkupott, de még így is látszott rajta, hogy ez régen egy nagyon értékes ruha lehetett. Apróta nem volt rest. A hóna alá csapta a Mikulás kabátot, és elment a Szabó mester kunyhójához. Örülök, hogy megismerhetlek. Fogadta őt a görbehátú Szabó mester kedélyesen. Régen volt már valaki, aki meglátogatott volna engem. Mi áradban errefelé? Apróta részletesen elmondta látogatásának okát, és feltette a nagy kérdést. Ugye megjavítod, amikor az biztosan nagyon örülne neki. Nos, vágott a válaszba Szabó mester. Tudod, sok hó hullott és olvadt el azóta, ami én bármit is vartam volna. Bizony megöregettem. A szemem sem a régi, hogy a cérnát a tűbe fűzzem, hogy az anyagdarabokat pontosan kiszabjam. Nem készítek, nem javítok már ruhákat. Én csak pihenek, sétálok, élvezem a nyugalmamat. Értem, válaszol csalódottan apró talp. Nagyon bíztam benne, hogy tud segíteni. Szabó mester feljebb tolta a szemüvegét, és alaposabban megvizsgálta a pöttömnyi manót. Egy apró talp nevű manónak biztosan apró ujjacskái is vannak. Hadd lássam csak! Igen, ezek biztosan el tudják készíteni a legapróbb böltéseket is. Tudod mit? Te fogod megjavítani ezt az ütött, kopott gúnyát.
pontról pontra elmondom, hogy mit kell tenned. Ugyan a műhelyemet már rég belepte a pordot, mindent megtalálunk, amire szükséged lehet. Mit gondolsz? Belevágjunk? Igen, 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 örvendezett apró talp. Szabó mester elővette a műhely aranykulcsát, és kinyitotta az ajtót. Apró talp egy nagyot tüsszentett a poros levegőből. Szabó mester minden kellékről elmondta, hogy mire való és hogyan kell használni. Utasításait követve a prótalp könnyedén be tudta foltozni a kiszakadt kabát zsebet, fel tudta varni a hiányzó gombokat, és ki tudta cserélni a megkopott gallért. A prócska ujjaival úgy végezte el a legapróbb öltéseket is, hogy azt a legjobb szemű vizsgáló sem tudná észrevenni. Sok órányi munka után a ruha ismét olyan lett, mint újkorában. Szabó mester elégedetten bólogatott, majd így szólt. Igazán büszke lehetsz magadra, apró talp, én legalábbis nagyon büszke vagyok te rád. Ilyen jó tanítványom még sosem volt. Köszönöm, hogy veled újra átélhettem, a varrás adta boldogságot. De most siess, menj utadra, ma van az ajándékosztás. Ha gyorsan szeded a lábaidat, még időben odaérhetsz, amielőtt elindulna. Apró talp, amilyen gyorsan csak tudott, szaladt a szám felé. A Mikulás már javában készülődött, éppen bosszankodva gombolgatta a kabátját. Várj egy percet, Mikulás! Van-e meglepetésem a számodra? A Mikulás kíváncsian kinyitotta a csomagot, amit apró talp a kezébe nyomott. Te jó szagú szaloncukor, ez az én öreg szeretett kabátom, de most sokkal szebb, mint újkorában. Ez valami varázslat? Nem varázslat, ez Mikulás. Ez valóság. Bökte rá apró talp. Tudtam, hogy milyen fontos neked ez a kabát, és hogy milyen szomorú voltál, hogy már nem hordhatod. Ezért elvittem az öreg barátodhoz, Szabó mesterhez, és együtt újra új formájába hozhattuk. Ez nagyszerű, rögtön fel is veszem, és ezúttal elbe fogom vinni az ajándékokat a gyerekeknek. Ha elnézem, jó néhány száz évig tudom ismét hordani. Rénszarvasok, készülődjetek, ma nem csak nekem hoztál örömet, hanem öreg Szabó barátomnak is. Helyén van a szíved, ráadásul a legjobb mesternél tanultál. Kérlek, csatlakozz a varró manók csapatához. Ha látják, hogy milyen ügyesség rejlik a kezedben, tátkarokkal fognak fogadni. Apró talp hirtelen azt sem tudta, hogy mit mondjon örömében. Köszönöm, köszönöm, mindig is erre vágytam. És boldogan integetett a távolodó Mikulásnak. Aznap apró talp volt a legboldogabb manó a világon, a Mikulás meg a legboldogabb kabátviselő. Visszajött a répa. Igen nagy hó esett, a hegyeket, völgyeket magas hót akarta. A nyuszinak elfogyott az ennivalója. Útnak indult át, hogy szerezzen valamit. Egyszer csak boldogan kiáltott fel a nyuszi. Ho-ho, két répát találtam. Megadta az egyiket a nyuszi, maradt még egy, azt gondolta. Nagy a hó, hideg az idő. A csacsi otthon van, bizonyára nincs mit tennie. Elviszem neki ezt a répát, hagyla a kék jól. Szaladt a nyuszi a csacsi házához. Hanem a csacsi nem volt otthon, letette és otthagyta a csacsi házában.
Azért nem volt otthon a csacsi, mert ő is ennivaló után járt. Talált is egy nagy édes krumplit. Örömmel vitte haza. Belépett a csacsi a házába, meglátta a répát, és odálkozott nagyon. Hát ez hogy került ide? A csacsi megette az édes krumplit, aztán azt gondolta. Nagy a hó, hideg az idő. A bárány otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a répát, hagyd lakjék jól. Szaladt a csacsi a bárányka házához. Hanem a bárányka nem volt otthon, letette és otthagyta a bárányka házában. Azért nem volt otthon a bárányka, mert ő is ennivaló után járt. Talált is egy káposztát, örömmel vitte haza. Belépett a bárányka házába, látta ám a répát és csodálkozott nagyon. Hát ez hogy került ide? A bárányka megette a káposztát, aztán azt gondolta. Nagy a hó, hideg az idő, az őzik otthon van, bizonyára nincs mit ennie, elviszem meg ezt a répát, hagyd lakjék jól. Szaladt a bárányka az őzik házához. Hanem az őzike nem volt otthon, letette és ott hagyta az őzik házában. Azért nem volt otthon az őzike, mert ő is ennivaló után járt. Talált is egy karalábét, örömmel vitte haza. Belépett az őzike házába, meglátta a répát és csodálkozott nagyon. Hát ez hogy került ide? Az őzike megadta a karalábét, aztán azt gondolta. Nagy a hó, hideg az idő. Anyuszi otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a répát, hagyd lakjék jól. Szaladt az őzike a nyuszi házához. Hanem anyuszi már jól lakott, és éresen aludt. Az őzike nem akarta felkelteni, és letette, és ott hagyta a répát. Felébredt a nyusz, és nagyra nyitotta a szemét. Gondolkozott egy picikét, és hamar rájött, hogy csak a barátai hozhatták neki ajándékba. Bálint Ágnes, a Keszkéber baba. Volt egyszer egy anyuka, akinek senkije, semmije se volt. Karácsony közelettével mégsem azon búsult, hogy nincs kitől ajándékot várnia, hanem azon, hogy nincs, akit ő megajándékozhatna. És ha volna is, ugyan mivel? Azért végig kotorázta fiókokat, pár szápamutat, apró gyöngyöt, és egy fél pár kesztyű talált. Finom, fehér bőrből való kesztyű. Vart hát belőle egy kis fehér babát. Kesztyű ujjakból lett keze, lába, pamut szálakból haja, apró gyöngyből szeme. Takaros kis baba lett, csak éppen az egyik lába hosszabbra sikeredett, mint a másik, hiszen a kesztyű ujjaik se egyformák. És mert varrás közben anyuka keserű könnyeket hullajtott, amiatt már nem lesz kinek ajándékozni a babát. Egy ilyen forró könycsepp a babára hullott, ebből lett a szíve, nyomban megszólalt. Anyuka, nyiss ajtót, kimegyek a hóba. Uram, fia, ez életre kelt. Bámult el anyuka, és ajtót nyitott a babának. Az kisétált, és addig ment, amíg egy olyan házhoz nem ért, melynek ablakából csillogó karácsonyfát lehetett látni. Bekopogott. Amikor a háziak ajtót nyitottak neki, elkezdett énekelni. Kesztyűből vártak, de szívet is kaptam. Szeretetet várok, amit meghálálok.
Magnóval a hasadba kérdezték a gyerekek kíváncsian. Amikor megtudták, hogy nincs, becsapták a babát a ajtót. A baba tovább ment a havas úton. Még addig ment, amíg egy olyan házhoz nem ért, melynek ablakából karácsonyi gyertyák fénye áradt. Itt is bekopogott, itt is énekelt. Kesztyűből vártak, de szévet is kaptam. Szeretetet várok, hogy meghálálok. Szépen énekelsz, mondták a gyerekek. Na gyerünk befelé. A baba pár lépést tett, de az egyikük felkiáltott. Hé, hiszen Sánta, ki fognak nevetni miatta. Itt is becsapták a baba előtt az ajtót, itt is tovább ment a baba. Pamut háján hópelyek csillogtak, mint a gyémánt. A baba addig ment, amíg egy olyan házhoz nem ért, melynek ablakából karácsonyi ének szó hallatszódott. Itt is bekopogott, itt is énekelt. Kesztyűből vártak, de szívet is kaptam. Szeretetet várok, hogy meghálálok. Egy kisfiú és egy kislány jött ki a babáért. Örömmel fogadták, és mindjárt megmutatták neki a karácsonyra kapott babaszobát. Az asztalkácskával, a székecskével és a csipkés párnájú ágyacskával. Nézd csak, ide beköltözhetsz. Így a baba ott maradt náluk, és nagyon megszerették egymást. Másnap a baba csak arra várt, hogy elálljon a havazás. Mihelyt felszagadoztak a felhők, kis gazdáit elvezette anyuka házához. Nézd csak, itt lakik az öreg néni, aki engem várt. Bementek, és anyuka sírt, nevetett örömébe, amikor mennyire látta, hogy mennyire megbecsülik az ő ajándékját, és hogy mennyire sikerült neki megajándékoznia egy kedves kisfiút, kislányt. Mennyi szép karácsonyi éneket tudott ez a két gyerek. Velük énekelt a kesztyűbőr baba, öreges reszkető, öreges hangján még anyuka is. A baba, mint a soha nem egy Sánta, táncra perdült. Vele táncolt a két gyerek, sőt, akár hisztek, akár nem, még anyuka is. Kínai népmese, visszajött a répa. Igen nagy hó esett, a völgyeket, a hegyeket, mind magas hót akarta, a nyuszinak elfogyott az ennivalója. Így hát útnak indult, hogy szerezzen magának valamit. A nyuszi egyszer csak boldogan felkiáltott. Ho-ho, két répát találtam! Az egyik répát megette, de még maradt egy. Azt gondolta a nyuszi, nagy a hó, hideg az idő. A csacsi otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a répát, hadd lakjék jól. Szaladt a nyuszi a csacsi házához, hanem a csacsi nem volt otthon. Letette a répát, és otthagyta a csacsi házában. Azért nem volt otthon a csacsi, mert ő is ennivaló után járt. Talált is egy nagy édes krumplit, örömmel hazavitte. Mikor belépett csacsi a házába, látta ám répát, csodálkozott nagyon. Hát ez hogy kerül ide? A csacsi megette az édes krumplit, aztán azt gondolta. Nagy a hó, hideg az idő. A bárányka otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a répát, hadd lakjék jól. Szaladt a csacsi a bárányka házához. Hanem a bárányka nem volt otthon. Letette a répát, és otthagyta a bárányka házában. Azért nem volt otthon a bárányka, mert ő is ennivaló után járt. Talált is egy
Káposztát örömmel hazavitte. Mikor belépett Bárányka a házába, láttam a répát, csodálkozott nagyon. Hát ez hogy kerül ide? A Bárányka megette a káposztát, aztán azt gondolta. Nagy a hó, hideg az idő. Az őzke otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a répát, hogy lakjék jól. Szaladt a Bárányka az őzike házához, hanem az őzike nem volt otthon. Letette a répát, és ott hagyta az őzike házában. Azért nem volt otthon az őzike, mert ő is ennivaló után járt, talált is egy karalábét, örömmel hazavitte. Mikor belépett őzike a házába, láttam a répát, csodálkozott nagyon. Hát ez hogy kerül ide? Az őzike megette a karalábét, aztán azt gondolta. Nagy a hó, hideg az idő. A nyuszi otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a répát, hogy lakjék jól. Szaladt az őzike a nyuszi házához, hanem a nyuszi már jól lakott és édesen aludt. Az őzike nem akarta felébreszteni a nyuszit, letette a répát, és ott hagyta. Mikor felébredt a nyuszi, nagyra nyitotta a szemét csodálkozásába. Ennye, visszajött a répa, nohát, gondolkozott egy kicsit a nyuszi, és hamar kitalálta, hogy csak a barátai hozhatták neki ajándékba. Katalin, a kis hótündér. Egyszer volt, hol nem volt. Messze valahol jégországban élt egyszer egy hókirálynő és sok-sok apró hótündér. A jégpalotában, ahol éltek, főleg télen, nagy volt a sürgés-forgás. Ilyenkor bizony nagyon sok dolguk volt a kis hótündéreknek. Az ő feladatuk volt, hogy bebarítsák a földet hóval, és szemlélszebb hópelymintákat találjanak ki. A jégteremben ültek, rajzolgattak, tervezgettek, vagy épp hintették a földre a havat. Csak egy hótündérke nézegetett szomorúan az ablakban, arról álmodozott, hogy csak egyetlen egyszer lemessen a földre az emberek közé. Jába kérlelte a hókirálynőt, ő bizony hajtatatlan volt. Kedves királynő, annyi szépet láttok a földön ilyenkor karácsony környékén. Engedj le az emberek közé, hadd sétálhassak közöttük. Mindenki olyan boldog, mindenki olyan vidám. Olyan jó lehet a földön élni, itt csak unatkozom. Csak rajzolgatok, csak havat szórok, már annyira szeretnék valami más csinálni. Addig-addig könyörgött, még a hókirálynő megunta, és így szólt. Na jól van, menj le az emberek közé, de majd meglátod, ott sem mindenki boldog, ott sem mindenki vidám. Az ottani élet csillogó, de előfordul, hogy a csillogásból nem jut mindenkinek. Jár nyitott szemmel, szívvel. Légy jó, higgy az érzéseidben, hallgass mindig a szívedre. Kapsz 3 napot, ennyi idő elég lesz az ismerkedésre, nézelődésre. Azonban 3 nap múlva vissza kell térned, mert különben soha többé nem játsz vissza, a földön kell maradnod és játékbabává változol. Mondd ezt a varázsigét 3-szor. Hópihe, hópihe, szállj ide, szállj ide. Legyek ott, ahol lenne akarok. Amikor vissza akarsz jönni, akkor is ezt a varázsigét kell elismételned. Ne feledd, 3 nap babává változol. De ezt már a kis hótündér nem is hallotta, már hadarta is a varázsigét.
Amikor megérkezett a földre, nagyon örült. Sétálgatott, nézelődött, csodálkozott, hogy mindenki nagy csomagokat cipel, hatalmas sönyöket visznek a lakásokba. Az első és a második nap nagyon gyorsan eltelt azzal, hogy bámészkodott, ismerkedett az emberek lakta világgal. Harmadik nap gondolta. Mielőtt visszamegy, játszik egy kicsit a gyerekekkel. Ők mennyivel jobb játékot játszanak, mint ők a palotában. A gyerekek kíváncsian nézték hófehér kabátját, sapkácskáját, csizmáját. Az egyik gyerek elkiáltotta magát. Úgy nézel ki, mint egy habcsók! Így akarsz játszani? Ilyen ruhában a többi gyerek is elkezdte. Habcsók, habcsók! A kis hótündér szomorúan tovább ment. Ők nem szokták a pelotában bántani, csúfolni egymást. Ahogy sétálgatott, megpillantott két kisgyermeket, akik a játékból kirakat előtt nézelődtek. Az egyik szomorúan így szólt. De jó lenne egy ilyen babát kapni, látod, milyen gyönyörű ruhája van, hófehér a kabátja, sapkácskája, csizmája. Olyan, mint egy tündér. És ott sóhajtoztak, álmodoztak a kirakat előtt. Úgy látszik, nem mindenki kap olyan nagy becsomagolt dobozokat, gondolta a kis hótündér. De jó azoknak, akik kapnak ajándékot karácsonykor, sóhajtotta a másik gyermek. Ekkor a kis hótündér elszomorodott. Szóval mégiscsak igaza volt a hókirálynőnek, hogy a földön nem mindenki boldog, nem jut mindenkinek a csillogásból. Vannak olyanok, akik nem kapnak karácsonyi ajándékot. Ment a két gyermek után, hazáig követte őket. Egy kis házba mentek be, s náluk nem hatalmas sönyő volt feldíszítve, mint a többi házban, hanem három fenyálgacska volt egy vázában, s azon néhány papírdísz. A gyerekek gyertyát gyújtottak, és szüleikkel karácsonyi dalokat énekeltek. Ekkor a kis hótündér a szívében valami különöset érzett. Látta, hogy így is boldogok az itt élők. Ekkor a kis hótündér már tudta, hogy fog örömet szerezni ezeknek a gyerekeknek, azzal is tisztában volt, hogyha nem megy vissza, amikor lejár a három nap, akkor örökre a földön marad, és egy hófehér bundás, sapkás, csizmás játékbabává változik. Pont olyanná, amiről két gyermek álmodozott. Már csak néhány perce volt, de nem mondta el a varázsigét, becsöngetett a házba. A gyerekek kiszaladtak megnézni, hogy ilyen kicsöngetett ilyenkor. Csodálkozva látták, hogy az ajtóban egy gyönyörű hófehér bundás, sapkás csizmás baba állt. Pont olyan, amilyet szerettek volna. Tóth Anna, a titokzatos hóember. Nagyon szép völgyben lakunk, a hegyek úgy ölik át a kisfalut, hogy anyék szoktak bennünket, gyerekeket. Most, hogy sok hó esett, öcsémmel Marcival a szobánk ablaka elé felállítottunk egy hóembert. Nagy pocakja és szép egyenes tartása. Jó étvágyú gazdag emberre hasonlítana, ha a fején nem égtelenkedne, az az öreg lyukas fazék. Szemei a fáskamlába található legcsillogó széndarabkákból vannak, s egyedül sárga répa orra, vörösebb színe árulkodik arról, hogy hideg lehet egész nap az udvarunkon áldogálni. Ez a hóember nem akármilyen, ilyen nincs még egy a földön. Erre árulom, hogy egy titokzatos hóember. Minden reggel, amikor felébredünk, odaszállunk az ablakhoz, hogy megnézzük, ott van-e még a hóember orra a helyén. Ugyanis minden nap eltűnik. Nézd, most sincs ott, mondta kisöcsém bosszúsan. Aztán
Öltözzünk fel, és menjünk az udvarra, hátra csak leesett, és eltakarja a hó. Amikor kiszaladtunk a kertbe, körbejártuk a hóember, de nem találtunk semmit. Elmondanád volna szép sárga réborról, mit tegnap kaptál? Kéreztem csípőletet kézzel, és harakosan láncoltam a homlokomat. Az volt a legszebb sárga lép az összes közül. Miért nem vigyáztál rá? A hóember dacosan állt tovább, és nem válaszolt. Na jó, még utoljára hozunk egy másik orrocskán, de erre is vigyázol, nem kapsz többet. Marci, ma ilyen lesbálunk az ablaknál. Meg kell tudnunk, mi ez a nagy titok. Éjszaka le sem vettük a szemünket a hóemberről. Amikor már azt hittük, hogy nem történik semmi, hirtelen egy árnyék átugrott a kerítésen. Óvatosan körülnézett, és egyre jobban közeledett a hóember felé. Az árnyéknak hosszú, vékony lábai voltak, és mögötte néhány lépésnél egy kicsi, gömbölyű, valami ugrándozva kísérte. Aztán láttuk, hogy valami felágoskodik, és szájával kiemeli a hóember orrát a helyéről. Miután letette a hóra, a kis gombóccal megoszva, jó étvágyal megették a sárgarépát. Nézd, Malci, egy győzike, suktogtam öcsém fülébe. De ki az ott mellette? Nem látod, milyen hosszú fülé vannak? Tényleg, ez egy nyuszika. Mennyire éhesek lehetnek, ha bemerészkednek idájunk. Ki kellene találni valamit, hogy még több ennivalót kapjanak. Másnap reggel korán felébredtünk, amikor újabb sárga lépet szeretünk volna tenni a hóemberre, a fején lévő lyukas fazék nagyot gondolt. A fa mögé szálltunk, és onnan lestük, mi lehet az. Aztán a lukon kikukucskált egy cinege madár. Biztos ott húzódott meg éjszakára a nagy hideg elől. Adjunk ennét a madárkának is. Bementünk a házba, és elővettünk két vékonyra vágott szalonna bőrkét. Ez jó lesz szemüldöknek a hóembernek. És ha a fazék alá tennék szénát, mint a haja lenne a hóembernek, az jobban melegíteni a kismadarat. Gyorsan munkához is láttunk. Néhány perc elteltével a kismadár megérkezett, és magával hozta a pályát is. Vidáman csicseregtek, és nagyon boldogok voltam, hogy láttaláltak az igazi otthonukra. A hóemberről azóta is minden reggel eltűnnek a zöldséggel, de most már nem titok, hogy hozzánk kell lakmározni a nyuszti az őzikével. Marék Veronika, Emma és a Krampusz. Krampuszka kicsi volt, de nagyon hasznos. A Mikulás kabátjának bal felső sebében lakott, és segített neki az ajándékok szétosztásában. Ő nyitotta és csukta az ablakokat, és vigyázott arra, hogy minden ajándék oda jusson, ahova szánták. Egyszer nagyon elfáradt, álmos lett és fázott. Ezért, amikor benézettem a szobájába, elfogta a vágyódás, meleg fény világított meg egy babaágyat, narancsszínű párnával és paplannal. Milyen jót fogok én ebben aludni, gondolta Krampuszka, és sétán kivette a dobozból az Emmának szánt babát, eldugta a függöny alá, s ő bújt be a helyére. A Mikulás nem vett észre semmit. Tovább cammogott. Krampuszka szétobogva várta, hogy kicsomagolják, és végre alhasson egy jó nagyot. Ó, egek! Emma kinyitotta a dobozt, és elfehéredett. Én egy babát kértem a Mikulástól, hogy koszorús lány legyen a baba esküvőn. Ez pedig itt egy ördög fióka. De se baj, tudom, mit kell tennem. Először is megfürdetem. Krampuszka megborzongott. Aztán megszárítom a hajszárítóval. Krampuszka megrázkódott. Aztán megnyírom egy kicsit. Krampuszka ilyetten a fejéhez kapott. Aztán beszúrom liszttel, és akkor szép fehér cica lesz belőle. Krampuszka nem akart szép fehér cica lenni, de Emma folytatta.
Aztán ráadom a fodros ünnepi ruhát, és koszorút teszek a fejére. Hozzá is látok, hozzak egy nagy puha törölközőt. Emma elsietett, Krampuszka csak erre várt. Az ablakos sietett, előhúzta a függöny alól a babát, s ő pedig berakta a dobozába, s ő pedig kiugrott a hideg téli éjszakába, s kicsi lábaival csak futott a Mikulás után. Szerencsére a Mikulás csak a szomszédháznál állt, és bosszúsan dörmögött. Hol vagy, Krampuszka? Az előbb még itt voltál. Nem bírom kinyitni ezt az ablakot. Segíts már! Itt vagyok, Mikulás bácsi, már nyitom is, lihegte boldogan Krampuszka. Már nem volt álmos, nem is fázott, csak nagyon örült annak, hogy nem lett belőle hófehér cicakoszorús lány. Járták együtt a fárasztó hideg ajándékozó körutat, egészen hajnalig, ahogy szokták. S Emma pedig nem hitt a szemének. Vékonyka elegáns baba várta a dobozban, nem kellett se fürdetni, se szárítani, se nyirogatni, és a fodoros ruha, meg a koszorú remekül állt rajta. Milyen furcsát álmodtam az előbb, mintha egy kócos fekete krampuszt kaptam volna ajándékba. Aztán nyom nélkül eltűnt, pedig egész aranyos volt. Mentovics Éva, mióta van csillag a karácsonyfák csúcsán? Egyszer régen, réges régen, egy teli holdas decemberi éjszakán, mikor milliónyi csillag ragyogott az égen, néhány egészen apró kis csillagocska pajkosan játszadozott az öreg hold mellett. Remekül érezték magukat, huncutkodtak, viháncoltak, csintalankodtak, addig-addig rosszalkodtak, amíg az egyik kis csillagot valamelyik társa véletlenül alaposan oldalba lökte. Bocsánat, nem volt szándékos, mentegetőzött a kis rosszasság. Segítség, kapjon el valaki, kiáltotta ilyetten a szegény pórulját csillagocska. De már senki nem tudott utána nyúlni, elveszítette az egyensúlyát, és elkezdett zuhanni lefelé. Zuhant, egyenesen a föld felé. A társai egyre távolabb kerültek tőle, ő pedig rettenetesen félt, mert ilyen még soha nem történt. Lehet-e még annál is rosszabb, hogy lepottyant és elveszítette a társait? Hosszú ideig csak zuhant lefelé, ám egyszer valami érdekes dolog történt. Egy enyhén szúró zöld valami alányult és elkapta. A kis csillagocskának fogalma sem volt róla, hogy mi történt. Éppen egy fenyves erdőbe pottyant le. A társai egy enyhén szúró zöld valami, pedig egy hatalmasra nőtt fenyőfa volt. Nem tudom, hogy ki vagy, de kérlek segíts nekem, hogy vissza tudjak menni a barátaim közé. Könyörgött a kis csillagocska, és olyan kedvesen mosolygott, amennyire csak tudott a történtek után. Én vagyok az erdő legöregebb fája, recsegte kedvesen az öreg fenyő. Már nagyon sok mindent megértem, évtizedek óta csodállak benneteket, hogy télen-nyáron milyen ragyogóan, fényesen
Tündököltök ott fent az égbolton, szóval már nagyon sok mindent megértem, de ilyen még soha nem történt, hogy az egyikőtök az ölembe pottyant volna, de ha már így esett, nagyon szívesen megpróbálok segíteni. Középső ágai egyikével megfogta a kis csillagocskát, és jó nagy lendületet vett. A kis csillagocska szállt-szállt egy ideig fölfelé, majd lelassult, és visszapottyant a fenyő ágai közé. A vén fenyő még jó néhány kísérletet tett, hogy visszahaintsa a csillagot, de nem járt sikerrel. Látott-e árva kis csillagocska, nem tudok rajtad segíteni. Annyit azonban megtehetek, hogy felültetlek a legmagasabb ágam hegyére, úgy talán egy kicsit közelebb leszel a barátaidhoz. Jól van, szólt búslakodva a kis csillagocska. Minden esetre köszönöm, hogy megpróbáltál segíteni. Az öreg fenyő pedig gyengéden megfogta, és feltette a csúcsára. Az égbolton tündöklő csillagok ámuldozva figyelték a kis csillagocskát, hogy milyen fényesen tündökölt ott a fenyő ágai nyomban irigykedni kezdtek rá. Nézzétek csak, milyen jól fest a mi kis barátunk, ott lenn a havastájon, a hatalmas nagy fenyőfa csúcsán. Mennyivel jobb helye lehet ott neki, mint nekünk itt. Talán még a fénye is sokkal szikrázóbb, mint korábban volt. Addig-addig csodálták a kis csillagocskát, míg elhatározták, hogy ők is leugranak. Azon az éjszakán rengeteg csillag hullott alá az égből, hogy egy-egy szép zöld fenyőfán folytathassák ragyogásukat. Néhány nap múlva favágók érkeztek az erdőbe, nagyon elcsodálkoztak a látottakon, de egyben örültek is, mert ilyen fenyőfákkal még soha nem találkoztak. Ki is vágták mindegyiket, hogy majd feldíszítve karácsonyfaként pompázhassanak a házakban. Az égbolton tündöklő csillagok ámuldozva figyelték, hogy mi történik a falu széli fenyves erdőben. Elérkezett a karácsony, minden házba fények gyúltak, és igazi ünnepi hangulat költözött az otthonokban. Az égen tündöklő csillagok ámuldozva figyelték, az ablakon azonban, amit ott láttak, minden várakozásukat felülmúlta. A barátaik már nem csak egy egyszerű zöld fenyőfa csúcsát díszítették, hanem egy pompásan, csillogóan feldíszített karácsonyfán ragyogtak. Az emberek körbeállták, csodálták, és énekszóval köszöntötték. Az égen tündöklő csillagok ekkor határozták el, hogy minden decemberben leugranak egy-egy fenyőfára, hogy nekik is részük lehessen ebben a pompában és szeretetteljes fogadtatásban. Az pedig, hogy kitillessen ez a megtiszteltetés, minden decemberben sorshúzással döntik el,
azóta díszíti csillag a karácsonyfák csúcsát. Gyimesi Dóra, mennyből az angyal. Karácsony reggelén a szokásosnál is nagyobb volt a sürgés-forgás a mennyben. Miközben az angyalok kara már javában próbálta a legszebb dalokat, egy ősereg angyal a csillagokat suvickolta, amelyek apró alany kampókon lógtak az ég bársony függönyén. Hirtelen egy egész kicsi angyal rontott be a műhelybe. Az öreg összehúzta a szemöldökét. Teó, hol a szárnyad? A kis angyal elvörösödött. Attól tartok, megint ott hagytam. Hol? Hát a vécén. Teónak semmi se sikerült, amit az angyaloktól elvártak. Egy csöppet sem volt tiszteletre méltó, vagy méltóság teljes, és a harsunája is úgy szólt, mint a repett fazék. Most meg még a szárnyát is a vécén hagyta. Szégyen. Jól vigyázz, hogy minden csillagot pontosan oda akasz vissza, ahonnan elvetted. Mordult rá, amikor visszaért. Teó nagyon igyekezett, hogy ezúttal ne roncson el semmit. Óvatosan leemelte csillagot, rá lehet egyszer-kétszer, majd jó alaposan megtörölgette inge tücskével. És már éppen kész is volt a baj, a csillag hirtelen kicsusszant a kezéből, és zuhanni kezdett. Ilyetten kapott utána, de a kicsi csillag hihetetlen gyorsasággal sűvített a föld felé. A kis angyal jól tudta, hogy ha nem szerzi vissza estig, abból akkora balhé lesz, amekkorát még nem látott az ég. A csillag a város peremén egy tuja alatt tért földet, körülötte minden csupa sár és latyak. Úgy látszott, hogy itt nem lesz fehér a karácsony. Teó szerencsére jól látta a kis csillogó kis pöttyöt a sárba, és már éppen felkészült a landolásra, amikor egy gumicsizmás kisfiú szaladt ki a udvarra, és felkapta a csillagot. Azonnal tedd le! Kiáltotta Teó ilyetten. A kisfiú tágra nyílt szemmel bámult rá, majd kiabálni kezdett. Apa, mégis eljött hozzánk az angyal. Teónak pislogni sem volt ideje. A kis angyal már is kézen, a kisfiú már is kézen fogta, és behúzta a házba. Hoztál nekünk karácsonyfát és ajándékokat? Apa azt mondta, hogy idén nem tud jönni az angyal, mert nincs pénzünk, de én mondtam neki, hogy ez butaság. Teó rettenetes zavarban volt. Azok az angyalok, akik a karácsonyfát viszik a gyerekeknek, mindig csak is a legjobbak és a legrendesebbek közül kerülnek ki. Ő ennek a feladatnak a közelébe se jutott soha. Én igazából nem kezdte, de elharapta a mondatot, mert észrevette, hogy a férfi elmosolyodik. Ülj le közénk, angyal, megtisztelsz, ha velünk vacsorázol. Mutatott egy székre, megtisztelsz, ha velünk vacsorázol. Teó bólintott, aztán kiszaladt a kertbe a tujához, letört egy szép ágat, aztán berakta egy vázába, aztán felakasztotta rá az apró csillagot. Az apa gyertyát gyújtott, és forró leves mert a gyerek is az angyal tányérjába, amikor meg leszállt az este, a
Körülállták az ágacskát, és Teó elővette a hamis harsonáját. Úgy szólt, mint egy repett fazék. A kisfiúnak nagyon tetszett, csak úgy gurult a nevetéstől. Amikor a kis család nyugovóra tért, Teó megpróbált lábújhegyen kilapakodni a házból, de ha most indul, még épp időben visszateheti a csillagot a helyére. Óvatosan leemelte hát az ágról, ami eddig karácsonyfa volt, és elindult az ajtó felé. A kisfiú békésen szuszogott az ágyba, Teó tenyerében felragyogott a csillag, az öreg angyal a műhely előtt ült és a kávéját kavargatta. Teó, hol a szárnyad? Mordult Teóra. A kis angyal egyenesen a szemébe nézett. Nem lehetek angyal többé, mondta. Elvesztettem egy csillagot. Hát keresd meg! Már megkerestem. És Teó vállat vont, az öreg elmosolyodott. Egyszer régen én is elvesztettem egy csillagot, mondta lassan, ahogy végig szántotta az eget, hosszú fénycsóvát húzott maga után, egy városszéli parta tetejére ehesett, ahol aznap született egy kisfiú, és annyira tetszett neki, hogy ott ragyogott, hogy azt hittem, égtelen balhé lesz belőle. Ezt a történetet majd elmesélem máskor. Eredj, vedd fel a szárnyat, nem érünk rá egész nap. Skollik Ágnes, angyalka születik. A hófehér pamut gombolyag társaival együtt a rövidáró boltpolcán várakozott egy didergős téli napon. Megfogta valaki, nézegette, forgatta, majd a táskájába tette és hazavitte. Otthon kis gombolyag egy kosárkába került, sok-sok színes fonal közé. Este, amikor a család elcsendesedett, az asszony a kezébe vette a fehér horgoló cérnát. Te csodaszép cérnácska, mit horgoljak belőled? Kérdezte, miközben megsimogatta a puha gombolyagot. Apró horgoló tűt vett elő, majd lapozgatni kezdett egy újságot, melyben szemnél szebb horgolások leírása volt. Megállt az egyik oldalon, elolvasta a leírást, és munkához látott. Finom ujjai közé fogta a cérnát és a tűt, majd apró láncemeket készített a duci kis gombolyagról letekeredő hajszál vékony cérnából. Júj, de hideg ez a tű, gondolta a kis gombolyag. És milyen jó meleg az asszony keze? Ez volt a következő gondolata. A cérnaszál, a horgoló tű és az asszony ujjai tökéletes összhangban dolgoztak. A tű vidáman táncolt, a fonal engedelmesen követte. Az ujjak magabiztosan irányította a tű és a fonal mozgását. A hozzáértő kezek munkája nyomán egyre nagyobb lett a horgolás, és egyre kisebb a kis gombolyag. De ettől ő nem lett szomorú, boldogan figyelte, ahogy elkészül a fejecske, majd utána szép csipke ruhát és lehellett finom szárnyakat kapott az angyalka. Amikor az óra éjfélt ütött, már ott állt az asztalon a csupa csipke hófehér cérna angyal. Kis gombolyag apróra fogyatkozva csodálta a bájos légiesen könnyű kézi munkát. Angyalka kinyitotta a szemét, és körülnézett.
Mellette az asztalon ott pihent a kis gombolyag és a horgolótű. Odakint apró pelyhekben hullani kezdett a hó, amely olyan fehér, csillogó és könnyű volt, mint az angyalka. A meleg szoba asztalán másnap reggel az angyalkát langyos cukormázba mártotta az asszony. Ettől nyerte el igazi formáját, és szebb lett, mint valaha. Amikor megszáradt, egy dobozba került, ahol sok-sok hargal dísz volt már. Csillagok, csengőcskék, apró gyöngyel díszített karácsonyfák. A hó odakint fehér bundát terített a fákra, és hósipkát rakott a háztetőkre. A házban frissen vágott fenyő illatozott, melyre a gyerekek apró díszeket akasztottak. A házban frissen vágott fenyő illatozott, melyre a gyerekek apró díszeket akasztottak. Nagy izgalommal készültek a szentestére. Amikor kis Jézus ellátogat minden család várakozással és reményekkel feldíszített otthonába, a kis angyalka becsomagolva többi ajándék közé került a karácsonyfa alá. Mire leszállt az este, a karácsonyfa teljes pompájában állt, és az ünneplőbe öltözött család izgatottan várta, hogy megszólaljon egy csepp harang. Mennyből az angyal lejött hozzátok, csendült fel a karácsonyi ének, és boldog izgalommal töltötte be a szobát. Az asszony a kezébe vette az angyalkát, és átnyújtotta édesanyjának, aki reszkető kézzel bontotta ki a csomagot. Ó, hát ez csodaszép, suttogta, miközben egy könycseppet morzsolt el a szeme sarkában. Forgatta, nézegette a kis angyalkát, miközben gondolatai a múltba révettek. Látta az asszonyt, aki akkor még kislány volt, és ő tanította kézi munkázni. A kislány apró ujjaira sután bátortalanul tekerte fel a fonalat. Egyetlenül forgatta a horgolótűt, ahogy teltek a percek, egyre ügyesebben bánt a tűvel és a fonallal. A kislányból nagy lány lett, és hosszú évek alatt szebbnél szebb munkák kerültek ki a kezei közül. Anyuka, köszönöm neked, hogy megtanítottál kézi munkázni. És annyi minden másra, amit csak tőled tanulhattam meg, mondta, és boldog mosolyjal ölelte át édesanyját. Anyu, taníts meg engem is, hogy én is tudjak ilyen csodaszép angyalkát horgolni. Szólalt meg akkor a kislánya. Vacsora után a család elcsendesedett. A felnőttek beszélgettek. A gyerekek az új játékokkal játszottak. A hó szakadatlanul hullott odakint, egy apró hópihe az ablakra szállt, és benézett a szobába. A kandalló mellett ott ült a nagymama, az anyuka és a kislány. A kislány apró ujjaira sután bátortalanul tekerte fel a fonalat, ügyetlenül forgatta a horgolótűt, ahogy teltek a percek, egyre ügyesebben bánt a tűvel és a fonallal. Mester Györgyi a legkisebb cinke. Picinke volt a legkisebb a madártestvérek között. Cinke mama már tojáskorában is nagyon óvta. Félt, ha az apró tojás valamerre elgurul a fészekben, nem tudja a testével melengetni, és tán ki sem kell a fióka. Nyáron remekül érezték magukat a kis madarak. Csak csiviteltek, torkoskodtak. Mindenki boldog volt, jó lakott és elégedett.
A nyárt követő átmeneti hűvös ősz időt hamarosan felváltotta a zordtél. A bogarak elbújtak az úzmarás hűben, nem lehetett szemelni, élelmet sem fecspegetni. A cinke család éhezett. Amikor épp nem a kopasz nyárfa ágain gubbasztottak, kirepültek a házak irányába, hogy a gomolygó kéményfűzben kicsit felmelegedjenek. Picinke is így tett, ám egyik repülőútja során valami megcsillant a szem előtt. Egy kertes ház ablakából színes fényesség világított ki, leszállt az ablakpárkányra, és befelé bámult. A szobában egy hatalmas zöld fenyő terpeszkedett, de nem ám olyan, mint odakinn a parkban, hanem talpig díszben pompázott. Tarka üvegégők, csillogó gömbök ékítették. Picinke egészen belefeledkezett a látványba, ekkor azonban két kíváncsi gyermekarc közeledett az ablakhoz, amitől megijedt, és hús, már ott se volt. Másnap szokásos melegedő körútján megint csak ellátogatott a fényes karácsonyfához. Észrevette, hogy valaki néhány köles szemet tett ki a párkányra, mivel éhes volt, gyorsan felcsipegette a magokat. Befejezve az evést, kicsit még gyönyörködött a pompás fában, majd útra kelt. Csak otthon jutott eszébe, hogy ő jó lakott, de a családja továbbra is éhezik. A következő napon sem tudott ellenállni a kíváncsiságnak, vajon megvan-e még a varázslatos szépségű fa. Egyenesen odarepült, és meglepődve látta a köles szemeket az ablakpárkányon. Szemenként vette csőrébe a magokat, de egyszer csak elfogyott az összes ennivaló. Elszomorodott, hogy megint mohó volt, nem jutottak eszébe éhes szerettei. Ekkor egy közeli kis faágra felfüggesztett házikót. Ekkor egy közeli kis fágon lógó, aprócska fejépítmény vonta magára egy a figyelmét. Egy házikó volt, négy kis oszloppal, takaros tetővel, a padlóját sok-sok köleszem borította. Picinke azonnal útra kelt, repült a családjáért. Elcsivitelte nekik, hogy élelmet talált. Kövessék őt, és már fordult is vissza. A faágra felfüggesztett házikót ellepték a sárga-fekete szárnyú cinkék, és boldogan csipegették az olajos magvakat, még aztán kicsit gyönyörködtek a csodaszép fenyőfában. Az ablak túloldalán pedig a madáretetőt készítő apuka és a köles szemektől gondoskodó gyerekek örültek a boldog cinkék látványának, és ettől vált igazán teljessé a karácsony, a szeretet ünnepe. Mindenki mosolyog rám, és nagyon szeret, remélem, ma boldog minden gyerek. Ó, kis angyal, légy velem, szép karácsony ünnepén, elragyogja szívemet, csillogó gyertyafény. A zsűri nevében sok-sok szeretettel köszöntöm a versenyző tanulókat, a felkészítő pedagógusokat, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm a szülőket és a nagyszülőket. Mindannyian egy kedves délutánon vagyunk túl. A gyerekeknek nem volt könnyű ez a verseny, mert óriási megpróbáltatáson mentek keresztül, mire ezeket a szép, hosszú meséket megtanulták. Ez nem volt egy könnyű munka se a pedagógus, illetve se a gyereknek, se a pedagógusnak, se a szülőknek. De meghozták számunkra az adventnek a hangulatát. Ezt a karácsony előtti 4 hét a reménykedést, a várakozás és az elcsendesedést, hiszen ebben a mesékben benne volt ez a hangulat. Várakozunk és készülünk a karácsony ünnepére, a szeretet ünnepére, a vallásos emberek a kis Jézus születésére. Adventus Domini, latinul,
és magyarul pedig azt jelenti, hogy az Úr érkezésére készülünk. Az adventi koszorún 4 gyertya van, és ez jelképezi Jézus érkezését. A 4 gyertya a békességet, az örömet és a szeretetet jelképezi. A gyerekek által elmondott mesék, mindegy, hogy állatmese volt, vagy emberekről szólt, vagy éppen énekelt, egy kislány nagyon szépen elkezdte énekelni a karácsony éneket. Ez hangulat már benne volt, és békességgel árasztott el bennünket. Kedves versenyző tanulók, az elmondott mesékkel a békességet, a szeretetet tolmácsoltátok, és mesékben fejeztétek ki a karácsonyi csodát. Mindegy, hogy az állatok répával, vagy karalábéval ajándékozták meg egymást, már abban is benne volt a gyönyörű szép karácsonyi ihlet. És ez a szeretet és ez a békesség, azt kívánjuk, hogy jellemezze, vagy legyen jellemző a világra is, a családunkra és az egész világra. Meg kell említenünk, és beszéltük a zsűrivel, és a szervezőkkel, hogy milyen csodálatos öltözékekben léptetek föl. Ezzel is emeltétek a versenynek a értékét, színvonalát, szép ruhákban hangulatot árasztottatok. Minden versenyző tanulót a zsűri nevében megdicsérünk. Nagy-nagy szeretettel gratulálunk, és mindenki a saját maga módján szerepelt, a tehetségével, a bátorságával, hiszen tudjuk azt, hogy nem vagyunk egyformák. Van, aki jobban tud szerepelni, van, aki jobban izgul, van, aki kevésbé izgul, és az már egy fél siker. De azért azt el kell mondanunk, hogy négyen nagyon-nagyon hosszú mesét választottatok. És ez olyan problémát okozott számotokra, hogy amikor gyönyörű szépen elkezdtétek mesélni, belefáradtatok. Hát hogyne? Hát még csak első-másodikosok vagytok. Így is csoda, hogy meg tudtátok jegyezni ezt a hosszú szöveget, meg előadni, meg tartani a kapcsolatot a közönséggel, nézni a zsűrire, izgulni. Hát akkor még, hogyha túlléptétek a megadott időpontot, ugye az 5 percet. És ugye olyan problémát okozott, hogy bizony akkor már elfáradtatok a végére. Hát, hogy milyen meséket hallottunk, a Mikulásról hallottunk, a karácsonyról, állatokról, magyar és külföldi meséket, még kínai mesét is hallottunk. Elég jó a mi mesevilágunk, csodálatos könyvek jelennek meg, de régi klasszikus mesék is vannak. Én nagyon örültem, nagyon örült a zsűri, hogy Bálint Ágnes, akkor Marék Veronika, aki volt Karcagnak, és egyik alkalommal a vendége, mert csodálatos illusztrációkat készít a mesés könyvekhez. És ilyen ismert írónőktől is hallottunk meséket. Hát el kell mondani, hogy megérintette a lelkünket, és ebben a háborús időszakban, amikor ti még nem tudjátok, meg ne is foglalkozzatok vele, hogy ugye volt a világjárvány, és ez a mai délután, hogy akkor mi eljöhettünk ide egy kicsit felszabadultan, ebbe a csodálatos környezetbe, ezzel a háttérrel, hát gyönyörű, azt lehet mondani, szerepelhettetek. És köszönet érte a tanítónéniknek, köszönet érte a szüleiteknek, a nagyszüleiteknek, hogy sokat foglalkoztatok vele. És sokszor gyakoroltátok, és gondolom otthon még a tükör előtt is előadtátok. Hogy mi volt a díjazásnak a kívánalma? Hát először is ugye, amit említettem, hogy hát a hosszú mesékből egy pontot le kellett vonni, de az nem befolyásolta a helyezéseket. A biztos szövegtudás volt, ugye az, ami meghatározó, hogy tudja biztosan a szöveget. A tiszta beszéd, átélés, kapcsolattartás a közönséggel, kapcsolattartás a zsűrivel. Hogyan tudta előadni azokat az érzéseket a szereplő tanuló, amit a mese tükrözött.
Aztán milyen volt ugye a párbeszédnek az előadása, mert voltak jó párbeszédek és hangváltoztatás. Aztán nagyon értékeltük azt, amikor ugye hát olyan szépen, csillogó szemmel, és hát, hogy mondjam, minden hiba nélkül, és kifejezően adtátok elő a mesét. Ugye a mesemondó versenyben mindig vannak első, meg második, meg harmadik díjasok, de most úgy döntött a zsűri, meg a szervezők, hogy nem úgy lesz, hogy első, második, harmadik, hanem kapnak arany, ezüst és bronzdíjat. És legyetek magatokra büszkék, mert bármilyen díjat kaptok, ez azt jelenti, hogy ebben a korosztályban, mert ez városi mesemondó verseny volt, az első másodikosok korosztályában ti vagytok a legjobb mesemondók. Ezt ne hagyjátok abba, olvassatok sokat, ha lesz még bármikor tavasszal, vagy lehetőleg mondom tavasszal lesz egy újabb mesemondó verseny más témába, akkor ti készüljetek, mert alkalmasok vagytok arra, hogy szerepeljetek. Azon kívül még a zsűrivel beszéltük, hogy ezeket a meséket majd otthon, a családnál, a család körében, karácsonykor, a karácsonyfátok alatt is mondjátok el, hogy a családnak azon tagjai, akik nem látták, hogy hogyan szerepeltetek, vagy nem hallották, vagy a rokonok is meghallgathatják ezeket a szép meséket. És ne feledjük el, hogy a Karcag TV is fölvette a meséket, és majd a ünnep idejében, vagy a két ünnep között fogják közvetíteni, majd figyeljétek a Karcag televízió adását. Még a díjkiosztás előtt én szeretném megköszönni a szervezőknek a munkáját, Gulyás Hédinek, aki ugye a Dérinének a munkatársa, a Dérinének a előadója, és nagyon sokat dolgozott ezzel a versennyel, hogy megszervezze, azt hiszem, hogy három kategóriában, igen, az iskolák és óvodák felé, és Szabó Péterné Katinak, aki ugye a gyermekkönyvtárnak a vezetője, és ő pedig ugye több éven át már szervezte ezeket a versenyeket a könyvtárban, most pedig hát ugye itt került erre sor. Én szívből gratulálok mindenkinek, és áldott adventet kívánok, és engedjétek meg, hogy én egy kis népköltészeti verssel fejezzem be, mielőtt a díjakat átadnánk. Jel, szép karácsony, ó, de régen várunk, ragyogtass be hit reménnyel a családi házunk. Enyhítsd és vigasztald a csügget lelkedet, hozzál nekünk békességet és igaz szeretetet. Ez lenne a legfontosabb az egész világnak. És akkor most a díjkiosztás következik a zsűrivel. És akkor majd akkor a körülbelül, ugye? A bronz minősítéseket adjuk át. Igen. Bronz minősítés kapott Molnár Hanna, gyere föl, Hanna. Jöjjön föl a színpadra, és akkor azt kérem, hogy kettőt is kap, gyere ide, gratulálunk, és gyere ide, és mondd meg, hogy melyik iskolából jöttél, de szép szemed van, és akkor, hogy ki a felkészítő tanítónénid? Szempár, Malista Szív, Átanáros iskola. Tanítónéni? Itt van? Alexander. Józsefné tanítónéni. Igen. Na majd gratulálunk. Ügyes voltál. Ne hagyd itt, te hagyd itt. Ez a juta. Kettő? Igen. Következő Rab Hunor részére, ő is bronz minősítés van. Kettő. Azért kérdeztem, hogy két könyv. Nem. Ez nem.
Bocsi. Úgy. Ez most már jó. Egy másik. De így van. Így van? Igen. Gratulálunk. Nagyon-nagyon ügyes voltál, de hosszú volt a mese, és elfáradtál. Apukát ismerem, mert tanítottam a Viktor, ugye? Viktor apukát. Jól tudod dobolni. Gyere, akkor mondd meg, hogy akkor, hogy na. Rabhunor vagyok. Igen, melyik iskolából jöttél? Refi. Igen, és ki a tanítónéni? Krocnédis Nósildikó. Igen, jó, gratulálok. Ternován Dávid. Bronzminősítést kapsz? Gyere. Nagyon örülünk, hogy fiúk is szerepeltek, és ilyen ügyesek voltak. Melyik iskolából jöttél? A Kiskulcsos iskolából. És ki a tanító néni? Vada néni, Szilvia. Gönci Cintia Kenza. Bronzminősítést kap. Két könyvet is kapnak. Gyere ide szépen, gratulálunk, és akkor mondd el, hogy melyik iskolából? A Szent Pál Marista általános iskolából jöttem, a felkészítőm Tőkésné Szentrai Andrea. Ügyes volt. Ez is volt. Igen. Most a következő kategória ezüst minősítés lesz. Tóth Zsófia Szonya. Ezüst minősítés. Gratulálunk neked, és gyere ide a mikrofon. Melyik iskolából jöttél? A Református Általános Iskolából. Tanítónéni? Ferenci Péterné. Igen. Kis Simonetta. Ezüst minősítés kapott. Gratulálunk. Mosolyogjál szépen, és honnan jöttél? Marista általános iskola. Igen? Alexandra Józsefné. Gyenge Lara Anita. Ezüst minősítés kaptál, és akkor... Nagyon csinos. A református iskolában jöttem, és a tanítónénim Ferenciné Irénke. És ezüst minősítés kap Béresz Luca. Nagyon ügyes voltál, gratulálunk, szépen mosolyogtál. Meg elsőnek lenni se könnyű. Igen, első. Ferenci Péterné, Irénke néni. Tanító. Melyik iskolából? Melyik iskola? Refi. Refi. És akkor most a arany minősítésűek lesznek, akik következő tanulók. Ökrös Patrik. Arany minősítés. Ó, hát egy fiatal ember, nagyon ügyes voltál, bátor. Honnan, melyik iskola? Kiskulcsosi általános iskola, felkészülő tanárnénim, Németné Nagy Julianna. Német Jászmin, aranyminősítést. Nagyon ügyes voltál, csillogott a szemed. Györfi István, katolikus általános iskola, felkészítöm Décsei Böbe. Aranyminősítés Balogh Lara. Gratulálok.
gratulálunk, és nagyon elegáns is voltál, meg ügyes is. A Györfi István katolikus általános iskolából jöttem, a felkészítő tanárnéném Szabó Edit. És Balogh Dorka szintén aranyminősítést kap. És nagyon ügyes voltál, és nagyon szépen meséltél. Györfi István katolikus általános iskola. Igen. Igen, tanítónéni, itt van? Orváth Éva. És hát maximális pontszámot kapott a mesemondására. Na, ki nem kapott még díjat? Fazekas Anna. Hát nagyon szépen szerepeltél, nagyon ügyes voltál, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen dédunokája van az én kedves drága kolléganőmnél, Rusika Minnek, akit én nagyon-nagyon szerettem. És ő volt, ha ő most látna téged odaföntről, biztos lát, hogy ilyen ügyes unokája van. Akkor mutatkozzál be. Nagykun református általános iskola és talentum óvoda, és a felkészítő tanárnéni pedig Gulyás Szentesi Katanéni. És akkor arra kéri a zsűri a versenyzőket, hogy egy közös fényképre jöjjetek föl ide, és akkor... Hogy is jó?